Mindenki sok szeretettel köszöntök! Ebben a videóban megmutatom a párhuzamos szányfal szerkesztésének a legfontosabb lépéseit a híd feladat beadandóval kapcsolatosan. Van itt egy háromdimenziós modell betöltve az autókedbe, amit ha Péter Farvi tanáról megoszt a hallgatókkal, akkor ugye mindenki körbeforgathat és megnézhet az AutoCAD szoftverem belül. Rétegeken vannak a legfontosabb alkotó elemei ennek a modellnek, így amire éppen nincsen szükségünk, az ki lehet kapcsolni. Én itt most elég sok mindent meg fogok tenni, hiszen első körben nekünk csak a szányfallal kapcsolatos fóliákra lesz szükségünk. Oops. Meg is érkeztünk. Tehát láthatjuk, hogy itt van a hídfőnk, az alappal együtt, és hozzá kapcsolódik, ugye a haladás irányjal megegyező irányban az úgynevezett párhuzamos szányfalak. Ezeket jelöltem most ki itt a, a képernyőn. A másik fájl, ugye a szerkesztés erről fog szólni, a szányfalak szerkesztéséről, Viszont nem ebben a modellfájlban dolgozunk, hanem van egy konstrukciós alapállományunk, ahova most átváltottam. Itt különféle nézeteink vannak, a keresztmetszet, nézet és felülnézetünk lesz. Ezekben kell majd a rajzokat elkészítenünk. Mindenkinek természetesen a saját konstrukciós rajzát kell betöltenie. Első lépésként berajzoljuk, a párhuzamos szányfalat a keresztmetszetre, jó, megmutatom térbe, hogy mi a feladat. Ugye elforgatjuk ebbe a nézetbe, ez egy bal nézet lesz a nézetkockán, és ugye őt szeretnénk, amit így a mutatóval mutatok, tehát a szányfalat szeretnénk megrajzolni. Tehát ő itt a szányfal, ő pedig itt mögötte a hídfő átjövök a konstrukciós rajza, és elindul a szerkesztés. Átmegyek a szerkeszt fóriára, nem minden lépést fogok később így részletesen elmondani, csak így az elején alapvetően a szerkesztés koncepciója. Tehát, hogy mindig a szerkesztő fórián dolgozunk. Ezt meg fogjuk hozzabítani a medelfenőék szintjéig. Jó? Meghosszabbítottuk a vonalat, levágjuk. Ugye az adott szintet itt látjuk, mellé van írva a medelfenék szintje. A következő információ az az, hogy a szányfalunknak a teteje az fél méter. Ha ezt itt nem érjük a 3D-s modellbe, láthatjuk, hogy 50 egység, ez nekünk 5 egység lesz a mi nézetünkbe. Tehát húzunk egy vonalat, azt mondjuk, hogy hajzi egység. Jó? Kijelölöm ezeket a vonalakat, és átteszem a szányfal fóliára, hogy szépen lássuk a főbb vonalakat. Ezután az így kapott végpontból indítunk egy 1 az 5 hajlású vonalat résüt. Jó? Kukat, x irányba megyünk egyet, vesző, mínusz 5 egység függőlegesen. Megkaptuk az adott hajlású egyenest, amit megint csak a medel fenék szintjéig fogunk meghosszabbítani. Jó. Ezt a két vonalat össze is tudjuk kötni. Ugye ez a szányfalunk, ami ugyanúgy egy alaptesten fekszik, mint itt a hídfünk. Tehát ezt is meg kell rajzolnunk, 15-15 centi a túlnyúlás a szányfal alatt, ez 1,5 rajzi egységet jelent. Az alaptestet megrajzoljuk, a tány raster követést is használom, és tulajdonképpen el is készültünk. Amit még itt berajzolunk szaggatottan, hogy a szányfal mögött a hídfőnek a teteje itt látszik, ugye a lemez alatt, hiszen a lemez, a főtartó azon nyugszik, De behúzunk egy vonalat, áttesszük szaggatottra, és a vonal típus léptéket pedig 0,2-re. Jó? Így ábrázoljuk. Ez ugye itt látható. Ez a vonal van most bejelölve. Itt mögötte. Ezzel az első lépéssel el is készültünk, a, a szányfalunkat ebbe a nézetbe kiszerkesztettük. A következő feladatunk az, hogy a hídfőnket és a szányfalunkat a felülnézetben ábrázoljuk. Először a hídfőt fogjuk megjeleníteni azaz vetítő vonalakkal a főbb törés pontjait levetítjük. Érdemes az ortót bekapcsolni, és akkor függőleges vonalakat fogunk biztosan húzni. Az erősítő is természetesen egészen az alaptestig. Itt az alaptestnek a két végpontját is le kéne vetíteni, ugye ez a 15 centis keretünk idézőjelek között, de én ezt majd később fogom kiszerkeszteni. Ezt most nem vetítem le. A vetítő vonalakat méretre igazítom. Most le kell vetítenünk ebbe a felülnézetbe a hídfőnknek a szélességét. Ugye, ha megnézzük, a hasznos szélesség az 4,3, de a lemezünknek a szélessége az 50 rajzi egység, tehát 5 méter. Tehát igazándiból ki tudjuk számolni, hogy 25 egység lesz a szélessége, hiszen itt is kihasználjuk a szimetriát, ezek a tengelyek mindig ezt jelölik ebbe a rajzba. De ezt már valószínűleg a fél vége fele közeledve nem kell mondani. Tehát párhuzamos parancsal 25 rajzi egységgel eltorom ezt a tengelyvonalat, vonalat, ami ugye egy szerkesztő vonal lesz, és ez ki fogja metszeni nekünk ugye a hídfőnknek a fél szélességét. Ezt itt szépen megkaptuk. A levetített vonalakkal ezt a szerkesztő vonalat is méretre igazítom, meg hát ezeket is áttehetem szerkesztő fóliára, hiszen már ö, nem vetítő vonalakról van szó. A következő feladatunk az, hogy ezzel a nézetről a szányfalunknak a főbb töréspontjait átvetítjük, átrendezzük ez a felülnézetre. Következőképpen fogjuk csinálni. Kijelölünk két, összerendezünk két ismert pontot. Tehát ezek a, ez a pont itt meg fog egyezni ezzel, ebbe a nézetbe. Jó? Ez a kiindulási állapotunk. Most már tudjuk, hogy a többi vonalat, pontot hogyan kell egymáshoz ö, igazítanunk, rendeznünk. Következő töréspontunk itt van. Jó? Ugye most az a kérdés, hogy meddig húzzuk? Használjuk a körparancsot. mezőleges, és ugye pontosan ennek a körnek, a sík negyedéig kell ezt az egyenest húznunk. És utána pedig át tudjuk vetíteni. Ide, meghúzzuk. Jöjjön a következő töréspont. Egyelőre ide lelakjuk. Rajzolunk egy kört utána pedig ezt az egyenes meghosszabbítjuk eddig a sík negyedig, megkapjuk a végleges hosszát a vetítő vonalnak, és bevetítjük, átforgatjuk a pontot erre a nézetre. Jó. Ezt is meg lehet hosszabbítani, hiszen mi nem tudjuk, hogy milyen hosszúak ezek a vonalak, csak azt tudjuk, hogy a hídfőnknek ez az éle ezeket a vonalakat levágja. Így mi? megvolt, és ezeket is innen ki tudjuk törölni. Megérkeztünk. Hogy tovább tudjuk a szányfalunkat szerkeszteni, tudnunk kell azt, hogy milyen hosszú lesz maga a szányfal. Itt abból fogunk kiindulni, ez egy kulcs lépése a szerkesztésnek, hogy a szányfalat lezáró rézsű kúpunk hogy fog elhelyezkedni az egész szerkezethez viszonyítva. Ugye itt van a csatlakozó útunknak a rézsüje, tehát ennek a rézsüjével megegyező rézű kúpot kell majd kiszerkesztenünk, ami lezárja a szányfalat. Tehát magát a szerkezetet és a csatlakozó utat összekapcsolja. Itt vagyunk most a 3D-modell nézetben, és láthatjuk, hogy a utunkat a hítszerkezethez egy rézsű kúp kapcsolja össze. Ahhoz, hogy ki tudjuk szerkeszteni a hídfőnknek a hosszát, abból kell kiindulnunk, hogy ez a rézsű kúp hogy helyezkedik el a hídfőnkhöz képest. Hogyha megnézzük, ez a távolság, ha itt nem lemérjük, ez körülbelül 50 rajzi egység, tehát fél métert jelent. Nyilván ez, ez döntés kérdése, de jó tanács, hogy 50 centire legalább ö, legyen beljebb a rézsű kúp a hítfönkhöz képest. Ismerjük ugye az utunknak a rézsűjét, ehhez a rézsűvel fog megjegyezni a rézsű kupunknak is a rézsűje, így majd ki tudjuk szerkeszteni a hítfönknek a hosszát. Jó? Rendben van. Most Kikapcsolom a nem szükséges fóriákat. Töltés. És ebből nekünk kell a hídfő, hídfő alap, szányfal, szányfal alap. Itt vagyunk. És akkor mellé jön a kúp. Azt is láthatjuk a kúpnál, hogy a kerékhályító levágja a csúcsát, de erről majd még később beszélni fogok. Most ez itt a kulcs lépés, hogy a honnan fog elindulni a résű kúpunk. Na, menjünk vissza a konstrukciós alaprajzba. Tehát itt vagyunk a hídfőnél, behúzok egy segéd egyenest, és ezt el fogom tolni 5 rajzi egységgel. Ez az 50 centi. Ez a vonal itt maga a telep. Jó? Látjuk, ez a telepnek a szintje és ebből fogunk egy 6 negyedes rézsűvel indítani egy egyenest. Nyilván mindenki a saját rézsű hajlását használja. Rámegyünk a szerkesztő fóriára, vonal, kukat, mínusz 6, vesző, mínusz, fölfele megyünk, tehát plusz 4. Ez egy 6 negyedes rézű Meddig fog tartani? Ugye visszajövünk a keresztmetszetre, és itt a csatlakozótunk rézsüje, és a burkolatának a pontja, amivel már megismerkedtünk, pontot fogjuk kivetíteni. Tehát átmegyek a vetítő fóriára. Jól hosszan meghúzom, és utána pedig meghosszabbítom ezt az egyenest. Jó? Ezekre már nincs szükségünk. Na most azért ellenőrzésképpen ezt a rézsűt illesszük oda, amit szerkesztettünk, mert ezt el lehet rontani. Letükrözöm. Úgy és ide mozgatom. Természetesen ezt így is meg lehet szerkeszteni, ahogy a most mutattam, csak egy a lényeg, hogy a kettőnek azonos ö, ö, egyenes kell adnia, egybe keresnie. Jó? Tehát ezzel lesz itt a éjszűk kupunk, és elvileg ilyen magas ságig menne föl. A következő dolog, amit tudnunk kell a szerkesztés folytatásához, hogy az itt kapott pontot, megjelöltem most egy egyenessel, ezt a pontot el kell torni ebbe az irányba 50 centivel. Hogy legalább ugye a Q pont túlnyúljon a szányfalunk 50 centivel. Tehát párhuzamos, 5 hajzi egység. És ebbe a pillanatban megkaptuk, hogy milyen hosszúnak kell lennie minimum a szányfalunknak. Ezt a vonalat meghosszabbítjuk, ugye eddig a vonalig, ugye a medelfenék szintjéig, szépen látható, és ez lesz tulajdonképpen a szányfalunknak a hossza. Amit még itt meg kell csinálnunk, hogy összekötjük az azonos Vonalakat, hogy kialakuljon a szányfalnak a geometriája. Itt szépen látható, és ugye itt is természetesen 15 centit túlnyúl, tehát 1,5 egységgel túlnyúlunk, meghosszabbítjuk, és az szányfal alapját is megrajzoljuk. Jó, meghosszabbítjuk ezt az egyenest. És akkor nagyjából már a főbb alakok kialakulnak. Na most levetítjük a szányfalunknak a hosszát, ezt a egyenest erre a nézetre, és akkor meg tudjuk hosszabbítani ezeket az egyeneseket, vagyis hát végleges méretűre tudjuk vágni őket. Ez is lesz most már szerkesztő, fórián lesznek, ezt pedig kitöröljük. Tehát itt ö, meg, meg vagyunk. Most nézzük ezt a részét a rajznak. Itt a, azt látjuk, hogy a hídfő és a szányfal, mint két test egymásba metsz. Tehát egy áthatást kell ö, kiszerkesztenünk. Ezt jobban látjuk itt a háromdimenziós modellnél. A kúpot kikapcsolom, és akkor. Beforgatjuk a nézetet, amin dolgozunk, így mi, jó, tehát itt vagyunk, ezen dolgozunk most, ugye a keretet most mi még nem rajzoltuk meg, ez egy egyszerű párhuzamos szerkesztése megoldható, és a hídfő, és a szányfalnak az áthatását kell kiszerkesztenünk. Nos, akkor vágjunk is bele. Ennek az első lépése, hogy a hídfőnek a hátfalát meg kell hosszabbítani a lemeznek a tetejéig, az elérés utasítással. Ezután az így kapott pontot a lemez tetején levetítjük. Jó, tehát itt vagyunk. És tulajdonképpen ezt a pontot kerestük itt, megjelölöm egy karikával. Mert tulajdonképpen ezt a pontot, meg ezt a pontot kell összekötnünk, hogy itt ezt az élt ki tudjuk szerkeszteni, ami kialakul a két test áthatásakor. Ezt egy erősebb kontúr fogom egyelőre megjelölni, hogy szépen lehessen látni, hígni. Karikákat letörnöm. Itt vagyunk. Az egyenesnek e két vonal közé eső részét ki kell vágnunk. Ezután már nincs is szükségünk erre a vetítő fóriára a két testet alkotó vonalakat, kontúr, éleket, nevezzük most így, igazítanunk kell egymáshoz, méretre kell igazítanunk az egyeneseket, hiszen ezek nem mehetnek egymásba, a két testnek az áthatását kell kialakítanunk. Tehát ez a vonal, ami itt van, csak eddig jöhet. Jó? Ez a vonal, ami ugye a híd fői, az pedig csak a szányfalig. A többi vonal pedig maradhat. Kivéve ez, hiszen ez is a szányfali, nem mehet bele a hídfőbe. És szépen kialakítottuk a két testnek az áthatását. Itt lehet ellenőrizni a térbeli modellen. Jó, dupla vonalakat letörlöm, és akkor most már szépen látható. legyen teljes ez a rajzunk. Ugye a 15 centis alapnak a túlnyúlását nem rajzoltam még be. Párhuzamos 1,5. És eltolom a vonalakat. Légy, mi? Majd lekerekítés, sugár egyenlő nullával, és meccéssel hozom ezeket az egyeneseket. Oké, okay. készen vagyunk. Azért nézzük meg, hogy mit csináltunk, hogy a vetítő vonalak jó helyre esnek-e. Úgy okay. oké, okay. oké, okay. oké, itt van a 15 centis túlnyúlás, oké. Okay. Szépen minden úgy néz ki, hogy rendben van. amivel most folytatni kell a munkát, az a rézsű kúpnak a kiszerkesztése a felülnézetbe, valamint a hosszmetszetnél ugye kialakítani a végleges formát. Ugye a lemezen a kerékhárító fog végigmenni, ezért ugye a kerékhárító alját egy vetítő vonallal végig végigvisszük, ez itt szépen látható, ez egybeesik a lemeznek a felső élével, de ha meghosszabbítjuk, ezt a vetítővonalat, ugye még egyszer mutatom a kerékhárítónak az alsó élét végigvetítjük, akkor látszik, hogy a rézsű kúpunknak a vonalát elmetszi egy pontba. Egy meccés pontot kapunk. Ha most átmenjünk a párhuzamos 3D-s szányfal modell 3 d nézetére, és visszakapcsoljuk a kúpot, meg a lemezt, ugye a kerékhárítóval, akkor szépen lehet látni, hogy miről is van szó. Itt van a főtartónk, azon nyugszik a kerékhárító, végig megy a szányfalon, végig megy a kerékhárítónk, és lecsapja ugye, a, ö, a, a Jó, szépen lehet látni. Felül pedig, ugye ez itt a feladat, annyi, hogy a kerékhárító az még nem szükséges, majd azzal zárjuk, és akkor ezt a negyed kell egyszer kiszerkesztenünk itt, vagy hát ugye mi pont így dolgozunk itt, meg ezt a negyed körívet kell kiszerkesztenünk itt, ami a feladatunk. Jó. Visszajövünk ide a konstrukciós rajza vetítő vonallal ugye, levetítjük egyrészt a kúpunknak a középpontját, másrészt pedig levetítjük ugye, azt a pontot, ahol elmetszi a kerékhárító ezt a kúpot. Jó. Ugye felülnézetbe honnan, hova tart ez a kúp, Ugye itt ebben a nézetben láthatjuk, hogy a szányfalhoz simul hozzá teljesen, tehát megint csak, hogy értsük is a rajzot, az azonos pontokat rendezzük össze. Legalábbis én azt gondolom, hogy segíti a megértést. Tehát ezek a vonalak így összetartoznak, ahogyan a mutatóval mutattam a rajztérbe. Tehát magyarán miért fontos ezt tudni? Mert itt lesz a körünknek a közepe. Ezt egy körrel megjelölöm. Ez a pici. Ez pedig itt, amit most hajzolok be, ez a negyed kör, a rézsű kupónak a teteje. Ami nem kell, azt kivágom a metszés parancsal. Így jo? Meddig fog tartani a rézsű kupónk? Eddig a pontig. Ezt is le kell vetítenünk. És akkor innen, ebből a pontból indítunk egy kört, eddig a pontig. Jó. Megint csak a felesleges dolgokat le kell vágni. Először ezt a felét, utána pedig ezt a felét Így mi. Jó, rendben van. Mielőtt kitörölnénk a segédvonalakat, a vetítővonalakat, azért vetítjük le ezt a pontot is, hogy minden a helyén van-e. Ugye levetítünk, költhajzolunk, és akkor tulajdonképpen látszik, hogy ez a pont pontosan ide esik, ez a pont pedig pontosan ide esik, tehát minden stimmel, a nézeteink szinkronba vannak. Azért erre oda kell figyelnünk. Jó? El lehet könnyen hibázni. Jó, ezeket kitöröljük, és akkor valami formát adunk ennek a rézsük kúknak. Hopp. Jó, ezt itt kitörlöm, mert már nem kell, és akkor egyelőre átteszem ezt egy kontúrfóriára, jó, meg átteszem itt is azokat a vonalakat, amik a szányfalak, a szányfal fóriára. Jó, oké. Akkor még ezen a nézeten van dolgunk, ugye be kell rajzolnunk a kerékhárítót, ennek a teteje innen jön ide. Méretre vágjuk ugye a kerékhárítóval a szányfanunkat. Behúzzuk a szányfanunknak a tetejét. Jó és utána pedig átmondjuk mondjuk szerkeszt fóliára teszem magát a kerékhárítót. Így mi. Né. Jó. És akkor erre sincsen szükség, meg erre sincsen már szükség. Itt van maga a kerékhárítónk. Jó. És ha már itt megrajzoltuk a kerékhárítót ebbe a hosszmetszetbe, akkor most rajzoljuk meg a felülnézetbe ugyancsak ezt a kerékhárítót zárásként. Itt megint az a feladatunk, hogy erről a keresztmetszettől a kerékhárítónknak a főbb vonalait, pontjait át kell rendeznünk erre a nézetre. Itt megint csak azt mondom, hogy egy ispelt pontot kössünk össze, mint viszonyítási pont. Ez Nekem mindig ez a ö, ö, vonal segít. Utána jön ő, amit keresek. Méretre igazítottam ezzel a körrel. Át van rendezve a nézetre. Jó, itt vagyunk. Ez ugye egybeesik a szányfal alaptestjével, pontosan rajta megy, ez itt sikerült is szépen. Jön a másik pontja a kerékhárítónak. Itt jövök. Meghoztam rajzolok ide egy kört, és meg fogom hosszabbítani eddig a pontig ugye így áthoztam a távolságot, szépen meghosszabbítom, megvan maga a kerékhárítómnak a szélessége, ugye is meddig tart a kerékhárító, elmegyünk a modellra, bekapcsoljuk a lemezt ugye a szányfalnak a végéig tart a kerékhárító, ezért átmegyünk a szerkeszt fóriára, eddig tart a szányfalunk, mi levágjuk a vetítő vonalakat méretre, így -ni. itt is a tengely kihasználjuk, ez így nem szükséges, ezt is átteszem szerkesztő fóriára. jó, és akkor még ami fontos, hogy egy 50 centis lekerekítést teszünk bele a kerékhárítónkba. RK sugár 5 egyik vonal, másik vonal és akkor szépen kialakult ezt átteszem, hogy jobban lehessen látni kontúrra maga a kerékhárítunk és ezzel tulajdonképpen meg vagyunk megrajzoltuk a három nézetbe a szányfalunkat, megrajzoltuk a kerékhárítót, és innentől kezdve már a legfontosabb méretekkel tisztába vagyunk, például a kerékhárítónk hosszával, így annak a vasarási terve már elkészíthető, véglegesíthető és a kapott mintarajzok alapján, amit majd a Péter Fabi tanáról fog megosztani a hallgatókkal, ebből a vázrajzból már végleges formára hozhatóak a műszaki rajzok. Köszönöm szépen a figyelmet, és jó munkát kívánok!